A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi és Marketing Intézete eddig is folytatotta különböző területeken kutatásokat. Az utóbbi időben úgy éreztük, hogy ez a termék, ez kiválóan alkalmas arra, hogy egy nagyon jelentős kutatás alapjául szolgáljon, hiszen ebben a fejlődő piaci környezetben, hiszen bővült a pálinka iránti érdeklődés, egyre több főzde jelent meg, újabb és újabb készítményekkel találkozhatunk a piacon. Tehát ez a termék, ez eljutott abba a szakaszba, hogy a továbblépéshez mindenképpen a piacnak, de különösképpen a fogyasztóknak a jobb, alaposabb ismerete szükséges. A kutatásaink számos nagyon érdekes eredményt hoztak, és ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket az eredményeket érdemes egy nagyobb szabású konferencia keretében bemutatni a pálinkával kapcsolatosan érdeklődők, a pálinka főzdék és a marketing szakma számára. Egy kvalitatív kutatás keretében a fogyasztói asszociációkat és a vásárlással kapcsolatos preferenciákat tártuk fel. Emellett megpróbáltuk meghatározni azt, hogy a fogyasztók milyennek képzelik az ideális pálinkát, illetőleg vizsgáltuk 6 prémium pálinkával kapcsolatosan a márkaértékeket, az általuk hordozott márkaértékeket, amelyek mind-mind arra szolgálhatnak, hogy a kialakítandó marketing stratégiában komoly szerephez jussanak. Az ideális pálinka az illatos, zamatos, lágy, a gyümölcs karakteresen jellemzi, tehát az a gyümölcs, amelyikből készült. Érdekes, hogy amíg van egy határozott gyümölcs preferencia, és ez elég jól kijött a vizsgálatból, addig úgy tűnik, hogy az íz alapján történő választásnál a törköly és a vegyes pálinkák kicsit kevésbé kedveltek, mint a hagyományos, nem jó a kifejezés, de mint a tisztán egyfajta gyümölcsből készült pálinkák. Az, hogy a pálinka mint exportcikk mikor válik igazából jelentőssé, ezzel kapcsolatosan többféle eltérő vélemény van. Nekem az a véleményem, hogy először itthon fogadtassuk el a pálinkát, itthon szerezzünk neki megbecsülést, és amikor már ezek megtörténtek, tehát a pálinka egyértelműen elfogadott, mindenki által ismert, a pozitív tulajdonságai is mindenki által ismertek, akkor érdemes nyitni először az idegenforgalom, utána pedig külföld felé. Ez biztos, hogy nem az elkövetkezendő rövid időszaknak a feladata lesz.